A rendőrségre családi veszekedésről érkezett bejelentés az új év első napjaiban Szekszárdon. Egy áruház biztonsági őre tett bejelentést a rendőrségre arról, hogy az üzletben két nő összeverekedett. Kollégáink azonnal a helyszínre értek, ahol próbálták kideríteni, hogy mi is történt valójában. Egy 59 éves szekszárdi nő és 23 éves lánya együtt indultak az üzletbe vásárolni, hogy kozmetikai cikkeket vegyenek. Azonban a 23 éves lány úgy gondolta, hogy az édesanyjánál lévő pénzét ő megszerzi, azonban anyukája nem adta át a pénzt, mert látta a gyermekén, hogy ittas állapotban van. A szakértői vizsgálat később megállapította, hogy a gyanúsított kábítószerek hatása alatt állt, amikor a cselekményét elkövette. A két nő a pénz átadása miatt dullakodni kezdett, és egy óvatlan pillanatban a lány az édesanyja pénztárcáját megszerezte, majd orrba is vágta őt, és el akart menekülni a helyszínről. Kollégáink az asszonyt elfogták, és vele szemben önbíráskodás büntett, valamint kábítószer fogyasztása miatt is eljárást indítottak. Az eljárás során fogják megállapítani, hogy a hölgy szervezetében milyen kábítószerek voltak, és azt feltehetően honnan szerezte be. A rendőrség az elkövetővel szemben távoltartást is elrendelt, így egy darabig nem mehet édesanyja közelébe.